Tudják, melyik az a nép, amelynek hőseposza 20-szor olyan hosszú, mint az Iliász és az Odüsszeia együttvéve, de még a hindu Mahabharatának is majd a duplája? Üdvözlöm az Ázsia nézőit! Nomád népek lakta országok szerepelnek e heti adásunkban. Elsőként Kirgizisztánnal, majd Mongóliával foglalkozunk. Kezdjük tehát a kirgizekkel, akiknek lelke legalább olyan végeláthatatlan, mint hősi eposzuk a Manasz. Személyi kultusz, pártállami hatalomátmentés, szegénység, korrupció. Az 1991-ben függetlenné vált ország ezt kapta örökségül a Szovjetuniótól. A terhes múlttal azonban már leszámoltak, demokráciájuk megszilárdult, és növekszik a gazdaság. Kirgizisztán így akár a többi közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságnak is példát mutathat. Igaz, ennek ára volt. A kirgizek két forradalmat is megvívtak, mire demokráciájuk megszilárdult. Bátorság mellett azonban ravasságra is szükség volt. Kirgizisztán volt a föld egyetlen országa, amely egy időben orosz és amerikai katonai bázist is befogadott. Erlan Abdidaev kirgiz külügyminiszterrel Tóth Gábor kollégám készített interjút. Kirgizisztánban az elmúlt másfél évtizedben két nagy politikai földindulás történt. 2005-ben a tulipános forradalom, és 2010-ben az úgynevezett második kirgiz forradalom. Az első a Kijev elnököt távolította el a hatalomból, a második pedig Bakijev elnököt. Megalkottak egy új parlamenti rendszert, amit egy referendumon is jóvá hagytak, de mennyire stabil ez a parlamenti rendszer? Igen, önnek igaza van, nálunk 2005-ben és 2010-ben két forradalom is történt, amelyek drámai mértékben megváltoztatták a hatalmi rendszert. A forradalmak kiváltó oka az volt, hogy egykézben túl sok hatalom összpontosult. A korrupció és a hatalmi koncentráció vezetett a forradalmakhoz. A hatalom egy család kezében összpontosult, ami miatt Kirgizisztánban rájöttünk arra, hogy más rendszerre van szükség. Az új rendszerben a parlament és az elnök együtt gyakorolja a hatalmat. Az új rendszer a legjobb megoldásnak bizonyult számunkra. Partnereink és barátaink is elismerik már, hogy helyes úton járunk, vagyis számunkra a parlamenti rendszer a legjobb megoldás. Jelenleg a parlamentben 6 párt működik, és persze nehéz mindenkinek a véleményét figyelembe venni, nehéz mindenről mindig mindenkivel egyeztetni, mégis ez a legjobb megoldás. Országunk immár nem csak politikailag, de gazdaságilag is stabilizálódott. Az új parlamenti rendszer révén a politikai stabilitás kiszámíthatóságot és növekedést teremtett a gazdaságban. A monopól helyzet mind a politika, mind a gazdaság területén rossz dolog, versenyre van szükség. A politikában ugyanúgy, mint a gazdaságban. Mi ezt a versenyt teremtettük meg. Országunkban politikai pártok működnek, társadalmi szervezetek alakulhatnak, szólásszabadság van, véleményét mindenki elmondhatja. Ezeket a jogokat az alkotmány biztosítja. Miniszter úr, itt említette annak veszélyét, hogy mivel járhat az, hogyha túl sok hatalom központosul egy kézben, de hogyha a volt szovjet közép-ázsiai tagköztársaságokat nézzük, a sztánokat nézzük, akkor ezzel a nagyon terhes történelmi múlttal, nepotizmus, az egyeduralom, a korrupció, miképpen számolt le eddig Kirgizisztán, és hol áll abban a versenyben, amit a többi sztánnal folytat? Kérdésére mindenképpen úgy fogalmaznék, hogy még egy hosszú út elején járunk, és ennek az útnak a neve demokrácia. Akárcsak az összes többi ország, mi is a demokrácia tökéletesítésén dolgozunk. És bár ennek a hosszú útnak az elején járunk, egy nagyon fontos szakaszon, talán a legbonyolultabb és legnehezebb szakaszon már túljutottunk. Ennek következtében a lakosság bizalma megnőtt az államhatalom iránt. Az egyszerű kirgiz emberek hitéről és bizalmáról van szó. Az újonnan bevezetett választási rendszer keretében megválasztott állami vezetők irányában. Egy dolgot szeretnék kiemelni. A demokratikus választásokat nem azért teremtettük meg, hogy magunkat szebbnek vagy jobbnak láttassuk, hogy valaki más kedvező véleménnyel legyen rólunk.
A néphatalomról van szó, amiért megszenvedtünk, hiszen ez egy nagyon nehéz, bonyolult választás volt. De ennek eredményeként lehetett fontos, hogy a demokrácia, a szabadság, az emberi jogok helyzete hazánkban. Persze vannak problémáink, tele vagyunk kételyekkel, hiszen további reformokat tervezünk, például a bírói és a rendvédelmi rendszer átalakítására. De az egészségügy és az oktatás területén is szükség van változásokra. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a legfontosabb eredmény, a 2005-ös és a 2010-es események is ezzel a tanulsággal szolgálhatnak számunkra, mégiscsak az volt, hogy megteremtettük a békés hatalom átadás gyakorlatát. Így történt már 2010-ben is, amikor Atambaev elnök került hatalomra, illetve így történik majd jövőre is, amikor Atambaev a következő elnöknek fogja átadni a hatalmat. Miniszter úr, jól látom akkor, hogy Kirgizisztán megszabadult a személyi kultusztól, ettől a történelmi tehertől, de a többi közép-ázsiai köztársaságban ez mintha nem lenne így. Ezt nem kell megerősíteni az utóbbi, de az első részével egyetérte, amit mondtam. De думаю, что с первой частью вашего вопроса. Hát igen, a kijelentés első felével egyet tudok érteni, bár én nem személyi kultuszról beszélek, hanem a politikai hatalom egy kézben történő összpontosításáról. De valóban, mi ezzel szakítottunk, teljes mértékben leszámoltunk. Ami pedig a többi országot illeti, mindenki láthatja, mindenki értékelheti az ottani állapotokat. Én ezzel kapcsolatban nem annyira, inkább saját országunkról kívánok nyilatkozni. A kirgizek legendás, misztikus hőse Manas egyesített 40 törzset, talán innen származik a kirgiz szó vagy kifejezés. Nincs-e most szükség egy újabb, modern Manasra, aki Kirgizisztánban nem csak a kirgizeket, hanem az összes állampolgárt, az üzbegeket, oroszokat is egyesítené, csak hogy túllépjenek annak lehetőségén, hogy bármikor a jövőben pogromok legyenek, etnikai zavargások legyenek, mint ahogy az sajnálatos módon 2010-ben olyan szerencsétlen módon megtörtént. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a magyaroknak a következőért. A Manas hősi eposzunk világviszonylatban is páratlan alkotás, hisz még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Az eposz magyar fordítását nem is olyan rég, tán egy hete mutatták be Magyarországon. Он был презентован здесь, в Будапеште, на венгерском языке. Эпос Манас. A Manas eposz egy kincs, nem csak az egységben az erő rejlik benne tanúságként, de sok más értéket is megfogalmaz, amelyek a mai Kirgizisztánt gazdagítják. Amiről ön beszél, az eposz Manasra vonatkozó része, amely valóban egységre és összetartásra szólít fel. Ez a bölcsesség a jelenlegi Kirgizisztán számára is igen aktuális. Ami pedig egy új Manas szükségességét vagy megjelenését illeti, nos, nem is tudom, azt talán én nem szeretném, ha a hatalom ismét egy kézben összpontosulna. De ami a ránk örökségül hagyott tanításokat, különösképpen az egységre, az összetartásra való felszólítást illeti, a válaszom igen, az aktuális ma, és nem is csak Kirgizisztán, de a világ összes többi országa számára is. Kirgizisztán volt a világ egyetlen egy országa, ahol egy időben működött amerikai és orosz katonai támaszpont. Most az amerikaiak bezárták ugyan, de sok-sok éven át azért egymás mellett létezett ez a két katonai támaszpont. Azt jelenti mindez, hogy a külpolitikai prioritások tekintetében Moszkva és Washington volt az útmutató, és mostanra egyedül Moszkva maradt? Természetesen nem. Külpolitikánk számára a szomszédos országok az elsődleges fontosságúak. Aztán következnek a miénkhez hasonló értékrenddel rendelkező országok. Együttműködésünk velük a hasonló értékrend és a hasonló célok elérésén nyugszanak. Az előbbieket figyelembe véve az amerikai katonai támaszpont bezárása talán más színben tűnhet fel. De ha konkrétan válaszolok a kérdésére,
Az amerikai légierő támaszpontja nem azért zárt be, mert külpolitikájában bármi is megváltozott volna. A bázis egész egyszerűen teljesítette feladatát, így többé már nem volt szükség rá. Nem beszélve arról, hogy a szerződést is pontosan 5 évre kötöttük, az pedig lejárt, ezért bezárták. Az Egyesült Államok ugyanolyan fontos külpolitikai partnerünk továbbra is, mint eddig volt. Az orosz légibázis működéséről kötött szerződésben is szerepel annak határideje, így ha az lejár, majd akkor a két ország együtt dönt arról, hogy mi történjen a továbbiakban. Mi arra törekszünk, hogy következetes, előrelátó külpolitikát folytassunk. Miniszter úr, magyarokban van egy nagyon távoli, nagyon halvány, de létező rokonságtudat, rokonságérzet a kirgizekkel kapcsolatban. Önök is hasonlóan gondolkodnak a mi irányunkban? Mi ezt nem csak gondoljuk, ebben mi teljes mértékben biztosak vagyunk. Jól tudjuk, hogy népeinknek nagyszerű közös múltja volt, és reméljük persze, hogy lesz közös jövőnk is. Azt érezzük, hogy Európában a magyarok állnak hozzánk legközelebb. Idén fogjuk megünnepelni a 90. évfordulóját annak, hogy létrejött egy magyar közösség Kirgizisztánban. 90 évvel ezelőtt az önök ősei, nagyapái, dédapái semmitől sem félve elmentek egy távoli országba, Kirgizisztánba, csak azért, hogy segítsenek rajtunk. Azok közül, a fiatalok közül, akik akkor eljöttek hozzánk, sokan tudták, hogy talán nem térhetnek majd vissza hazájukba. Ennek ellenére is az országomat második hazájuknak választották. Segítettek a nulláról megalapítani és fejleszteni a kirgizisztáni ipart, segítettek fellendíteni a gazdaságunkat. Éppen ezért nagy hálával tartozunk a magyaroknak, önöknek, és teljes joggal állítjuk, hogy a távoli múlt rokoni kötelékei is összekötnek minket, de a közelmúlt, a 90 évvel ezelőtti múlt is. Elnökünk megbízásából egy dokumentumfilmet is készítettünk róluk, amit persze el fogunk hozni, ezt Magyarországon is bemutatjuk majd. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Manasz országa után következzen Genghis Khan hazája. Mongóliában parlamenti választást tartottak, amelyen kiütéses győzelmet aratott a volt állampárt utódszervezete, a Néppárt. A választók azért büntették meg az előző kormányt, mert nem valósult meg az a jóléti fordulat, amelyben már a rendszerváltás óta reménykednek a mongolok, nem is minden alap nélkül. A végtelen mongol sztyeppék ugyanis elképesztő gazdagságot rejtenek a föld alatt. Külföldi beruházók is érkeznek, csak hogy ennek egy szűk réteg lett a haszonélvezője. A szingapúri életszínvonal pedig megmarad délibábnak. Túlzás lenne azt állítani, hogy a kampány lázában égtek a mongolok, a június 29-i választáshoz közeledve. Az illúzió kora lejárt, a demokratikus párt nem tudta felemelni Mongóliát. Igaz, ebben a függetlenség óta legtöbbször kormányzó kommunista utódpárt, a forradalmi néppárt sem jeleskedett korábban. Az viszont tény, hogy a Néppárt idején indult be a gazdasági boom. Az a probléma, hogy mindenhol csak tisztességtelenség van, meg csalás. Én ezért aggódom. Az építőiparban munkásként dolgozó asszony keserűsége érthető. Taxivállalkozása csődbe ment, ki kellett költöznie Ulánbátorból. Így most a főváros peremén egy jurtában húzza meg magát, 6 gyermekével, akiket egyedül nevel. Azért nem mindenki ennyire pesszimista. Sokan bizakodva tekintenek a választásra. Kormányváltó hangulat volt érezhető az országban. Az elmúlt 4 vagy 8 évben megpróbáltuk utolérni a többi ország életszínvonalát, de ami történt, az nem elég. A cél elérésére még tovább kell próbálkoznunk. A próbálkozás alapja mindez a mese és nyersanyagkincs, amit a mongol föld rejt. Szén, réz, ritka földfémek. A Mengyelejev táblázat számos eleme megtalálható, és ki is bányászható Mongóliában. Ezért nevezik az országot, az angol után, Mongóliának, vagyis a bányák hazájának. Az életszínvonal emeléséhez konjunktúra is kell a világgazdaságban, mindenek előtt a szomszédos Kínában,
ott azonban lassul a gazdaság, ilyenkor pedig kevesebb nyersanyag fogy. A külpiacok alakulásáért persze nem lehet felelőssé tenni a demokratikus pártot, a befektetők elbátortalanításáért viszont annál inkább. A mongol választási törvény 50%-ban szabja meg az érvényességi küszöböt, aminek az elérése sokáig kérdéses volt. Ezért is győzködte honfitársait a szavazásra a választás napján az elnök Csakia Elbert Dorcs. A választás kimenetele nem volt kérdéses, aránya annál inkább. A forradalmi néppárt a békés rendszerváltás után dobta a forradalmi jelzőt, és mára alaposan átfazonírozta magát. Szemben európai testvérpártjaival különösen sokan támogatják a fiatalok között, ami azért különösen fontos, mert Mongólia fiatal ország, még mindig 2-3 a gyerek a jellemző családonként, és nem ritkák a nagycsaládok sem. A 3 milliós lakosság felének már nincs tapasztalata a kommunista világról. Az sem mellékes persze, hogy ők indították be a gazdasági robbanást. 2011-ben 17,5%-os volt a gazdasági növekedés, ez sikerült a néppártnak idén várhatóan 0,4%-ra letornásznia. Ezt a zuhanást minden választó megérezte, kivéve egy szűk, kiváltságos kasztot. Remélem, segítségükkel Mongólia túléli majd a gazdasági válságot. Fel vagyok dobva, az eredménnyel elégedett vagyok. Nagy reményeim vannak, boldog vagyok, a forradalmi néppárt azért nyert, mert sok fiatal szavazójuk van. Régóta várok erre a pillanatra, szerintem a párt jó munkát végez majd a hatalomban. A néppárt végül 65 helyet szerzett a 86 tagú parlamentben, vagyis a nagy hurálban. Ez 85%-os többségnek felel meg, amiről a legtöbb országban csak álmodhatnak a pártok. Örömmel láttuk, hogy a választás nyugalomban, békésen, magas részvétellel valósult meg. Igazi versenyről volt szó, amelyben nem volt bizonyosság arra nézve, hogy ki nyeri a választást. A nemzetközi szakértők azért azt hozzáteszik, hogy a külföldön élő mongolok nem szavazhattak. Levélben történő szavazás tehát nem volt, de nem történt csalás sem. Így nem kell a választást megismételni, mint az történik a makulátlannak beállított demokráciájával kérkedő Ausztriában. A kampányt korlátozó intézkedések és a politikai érdeket kiszolgáló média behatárolta a szavazók hiteles tájékoztatását. Hogy a média legnagyobb része nyugaton is, például Ausztriában is politikai érdekeket szolgál, arról csak az EBSZ megfigyelői nem tudnak. Igaz, Ausztriában nem is voltak megfigyelők a csalásokkal tarkított elnökválasztáson. Az viszont tény, hogy 2 hónappal a választás előtt nem volt elegáns dolog átalakítani a választási törvényt Mongóliában. Korábban 28 helyet a szavazatok arányában osztottak szét a pártok között, míg 56 helyről a választókörökben döntöttek. Ezen a választáson azonban már mind a 86 helyet a választókörzetek nyertesei kapták, ami valóban aránytalan. Igaz, hasonló rendszer működik például az Egyesült Királyságban. Mongólia történelmében új fejezet kezdődik, és a választók a volt állampártnak adták meg a lehetőséget arra, hogy hazájuk sorsát más irányba fordítsák. A többség egy olyan országban akar élni, ahol a földkincse nem csak egy szűk kasztot, de az egész nemzetet gazdagítja. Mindenek előtt a fiatalokat, nekik van szükségük ugyanis arra, hogy hazájukban boldogulhassanak, s ne azon gondolkozzanak, hova költözzenek el a nagyvilágba, Amerikába, Európába, s az utóbbi időben egyre inkább Kínába. Az elvándorlás egyre nagyobb gondot jelent Mongóliában is, s aki ezt nem teszi meg, az inkább kivonul a társadalomból, mint ezek a heavy metal rajongók teszik, akik egy sztyeppei fesztiválon szórakoznak. A politikusok nagyon rossz anyagból vannak gyúrva, ezért valami másra, valami újra van szükségünk, csak így lesz változás. A fiataloknak egy olyan Mongóliára van szükségük, amely perspektívát kínál, anyagi biztonságot, s kellő önbizalmat nemzetközi összehasonlításban. Mongólia legfőbb ereje nem a nyersanyagokban, hanem az emberekben rejlik. A mongol nők olyanok, mint a harcosok. Tényleg nagyon erősek, ezért hagyományosan könnyen sikeres birkózókká válhatnak. Sok nő és lány ezért választja ezt a sportot.
Birkozásban Mongólia igazi nagyhatalom. Az ország első számú reménysége Londonban még csak bronzérmet kapott. A 26 éves sportolótól, akit törhetetlen virágszálnak hívnak, aranyérmet várnak a riói olimpián a mongol szurkolók. Az emberek korábban a női birkózókat nagynak és kövérnek gondolták, de most már a tévében is nézik ezt a sportot, látnak minket, és azt mondják, hogy mi is lehetünk szépek. Nem kell úgy kinéznünk, mint a férfiak lennénk. A mongol nők és lányok azonban nem csak erősek, de hajlékonyak is. Testük, mintha gumiból lenne, olyan lehetetlen pózokba tudják kifacsarni magukat. A legtöbbször sírtam, amikor nyújtó gyakorlatokat végeztem, és olykor akkor is sírtam, amikor fáradt voltam. Ez a sport, vagy inkább artista produkció nem szerepel az olimpia programján. Genghis Khan idejében fejlődött ki, és azóta fejlesztették tökélyre Mongóliában. A mongol embereknek az az álma, hogy a nemzeti kultúrát bemutassák az egész világnak. Ezért szeretnék a legjobb előadóvá válni az egész világon. A külföldi cirkuszok kapva kapnak a mongol artisták után, akik olyan neves társulatokba is eljutnak, mint a Cirque du Soleil. A cirkuszi artisták, akárcsak a birkózónők, igazi pozitív példák a fiatalok számára. Sikere pedig most van igazán szükség Mongóliában. Az Ázsia mai adásába. Ha kérdésük, észrevételük van, írjanak az aziakukac.hirtv.net e-mail címre, adásainkat pedig megnézhetik a Hír Televízió honlapján is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!